Tűzre figyelmeztető tábla a sötét völgyi erdőben. Nem a jelenlegi helyzet az, amikor családosan barátokkal szalonnasütést kell szervezni a természet lágyölén. A vírusveszélyről szóló folyamatos figyelmeztetés hatására alig néhányan sétálnak vagy töltik itt idejüket. Szerintem a őzektől nem kell félni, meg a szarvasoktól. Kijövök ide, nem barátkozni jövök, sétálok, körülnézek, túrázok. Én ezt szóval egy kicsit túlihegésnek tartom. Tehát persze van járvány, de én arra statisztikára lennék kíváncsi, hogy egy sima, nagy influenza szezonba hogy alakulnak a számok. Sötétvölgy nagyobb része fölött Szekszárd önkormányzata rendelkezik. Itt sem és Szekszárdon sem vezetnek be különleges települési korlátozást. Ácsezső polgármester ugyanakkor a városi rendőrkapitánnyal egyeztetett, és nagyobb közterületi jelenlétet kért a hatóságoktól. Így húsvét ideje alatt a rendőrség a polgárőrökkel közösen ellenőrzi majd különösen a játszótereket, illetve a nyitvatartó boltok, üzletek környékét. Sötétvölgy mellett a Szálkai tó és környéke is a frekventált kirándulóhelyek egyike. Ott jártunk idején, elsősorban a horgászok birtokolták a partszakaszt, a szabályoknak megfelelő távolságot tartva. Pálffy János polgármester azt mondja, azt tapasztalja, a látogatók is betartják a szabályokat. Azt mondja, naponta többször körbejárja a tó környékét, és tapasztalatai alapján nem kíván különleges intézkedéseket bevezetni. Én többször körbejárom a falut, a tó környékét is naponta. Természetesen, ha valamilyen rendellenesség történne, akkor biztos, hogy meg fogok hozni ezt az intézkedést, de ameddig nem muszáj, addig nem fogom meghozni. Szerkesztőségünk Tóna megyei település polgármesterének tette fel a kérdést arra vonatkozóan, tervez-e bármiféle korlátozás bevezetését a húsvéti ünnepekre. A válasz minden esetben az volt, semmiféle korlátozás bevezetését nem látják szükségesnek.